Különféle növényekkel kísérleteznek a Nyíregyházi Egyetem kutatói. Bevételeik a közelmúltban készültek abban a mozzáruló projektben, amelyben egy konzorcium részeként vett részt a Felső Oktatási Intézmény. Ennek témája a komplex vidékgazdaság és fenntarthatóság voltak, egyik fő célja pedig a nemzetközi kutatói hálózatokba való bekapcsolódás. Több határokon átnyúló együttműködés szándéknyilatkozat meg is született, nem elett konkrét kutatásokat is végeztek más országok szakembereivel. A munkába a hallgatókat is bevonták, akiket ösztöndíjjal is motiválták. Ezért cserébe azért publikációs tevékenységét és nagyon aktív részvételt vártunk el a hallgatóinktól. Ezek a hallgatók, akiket sikerült bevonni a kutatásban, egy részüket nagyon bízok benne, hogy sikerült megfertőzni a kutatás szenvedélyével. Néhányuknál már most látszik, akik OTDK-n indultak, és nem hagyták abba ezeket a kutatásokat, hogy sikerrel jártunk. A projektben külföldi és hazai gyakorlati szakemberek, oktatók is részt vettek az egyetem munkatársai mellett. Workshopokat, előadásokat tartottak többek között nemzetközi tudományos konferenciák keretében. Az alapkutatás mások mellett csili paprikával, kukoricával és bükkönnyel folyt, és három kutatási területet érintett. Az egyik az a különböző tenyészedényes és nagyüzemi kísérletek szerves trágyaszerekkel és melléktermékekkel. Itt a hagyományosnak már már hagyományosnak mondható komposztok mellett, granulát baromfitrágya, riolittufa és élelmiszeriparban előforduló melléktermékek hatását vizsgálták kutatóink a kukorica termésmennyiségére, minőségére. Ezen belül volt egy érdekes irányzatunk, ahol is a csilipaprikák termés és minősége mellett a csípőséget okozó kapszai tartalomra is megtörténtek ezek a vizsgálatok. Emellett vizsgálták a másodvetésű szántóföldi növények talajra utóvetemére gyakorolt hatását, továbbá a pillangós virágú növények termesztés technológiáját. A projekt keretében egy fenntartható tápanyaggazdálkodási tudományos műhelyt is létrehoztak, amelyben a hallgatók mellett több különféle területről érkezett szakember mások mellett biológus, vegyész, informatikus vett részt. A munka gyümölcseként tudományos és gyakorlati eredmények, publikációk születtek.